A tárlaton kiállított 34 darab olajfestmény és ceruzarajz a magyar képzőművészet 100 évvel ezelőtt élt kiemelkedő alkotójának teljes életművéből ad áttekintő képet. A misztikus hangulatú, megragadó tájképek, megdöbbentő csavargó ábrázolások, valamint az első világháború frontjain készült festmények és rajzok egyedülálló élményt nyújtanak. Medgyenszky László a társadalom perifériáján élő embereket megelevenítő portréin mélységes humanizmussal ábrázolja az emberi esendőséget és kiszolgáltatottságot. A tárlat különlegessége az, hogy ebben az esztendőben emlékezünk az első világháború centenáriumára, s Medgyenszky László alkotásain keresztül betekintést nyerhetünk a fronton átélt pillanatokba is. A műveket a Janus Pannonius Múzeum modern magyar képtára kölcsönözte a Várpalotai Túri Várnak. A kiállítás nagyszerű példája annak, hogyan osztatok rá a kulturális értéket két város között. Éppen ezért bízunk abban, hogy a képzőművészet terén két évvel ezelőtt indult kulturális kapcsolat utánya, és egyben folytatása is a művészeti élet más területei, a tánc, a színház, a zeneművészeti műfaj kölcsönös bemutatkozására. Dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere is köszöntötte a tárlatot. Beszédében hangsúlyozta, Pécs olyan örökséggel rendelkezik, amely az ország egyik legfontosabb kulturális központjává teszi a várost. Éppen ezért kötelességének érzi a város vezetése, hogy ezeket a javakat megosszák más településekkel is. Várpalota és Pécs között ez a jellegű kulturális kapcsolat két évvel ezelőtt kezdődött, mikor is a várban megrendezésre kerülő Vazarelli tárlathoz kölcsönöztek alkotásokat. Ennek a kezdeményezésnek méltó folytatása a most megnyitott Medgyenszky László kiállítás is. Azért is van erre úgy a városnak, és ezt talán bőjük stratégia kezdetben is a szabad fogalmaznom, hogy mivel a Pécsi Múzeumnak a gyűjteménye a 20. századi magyar festők tekintetében talán az egyik legnagyobb, vagy talán a másik legnagyobb budapesti tárnak fogalmazunk így, és ezt a kollekciót egyben még soha nem sikerült sehol bemutatni, mert a többség a képek a raktárban van, akkor úgy gondolom, hogy ha tematikus módon, mint a mai kiállítás is tudunk ebből nyújtani az országnak, más városoknak, akkor ezt meg kell tegyük. És ilyen módon egy sikeres együttműködésnek újabb állomás, és bírom benne mutatná Tavadé Márta polgármester asszony, ennek lesz folytatása a jövőben is, rajta nem fogva ezt már szeretném bejelenteni. A magyar festészet kiemelkedő és magányos alkotójának életútját Sárkány József művészettörténész, a Pécsi Janus Pannonius Múzeum főmúzeológusa ismertette. Medgyenszky László 1852-ben született ősi bárói család sarjaként. Festői vonzalma korán jelentkezett. 1872-től a Müncheni Festészeti Akadémia növendéke volt, míg 1873 és 1875 a párizsi École de Beaux-Arts tanult. Ekkor a festő tájképén a garnizoninak főleg korhatása érvényesült. Nyarakat rendszeresen itthon, többnyire a Tátrában töltöttek. 1875-ben kiállították egyik képét a párizsi szalonban. Érdekes, hogy ez év őszén viszont már Szolnokon volt, ahol Bethencourt hatására, Bethencourt a szolnoki művészet egyik kiállított alkotója volt, képeinek tónusa levegősebb és világosabbá vált. És elkezdődtek a vándorlások, 1878-ban hosszabb itáliai tanulmányba járt, majd 80-as évek első harmadában Bécsbe volt műterve. Anya hallgattam 1883-ban között Nagyőrre, Szepesvár megyébe, és szintén a tájtól volt az önfest. 1889-től 92-ig Franciaországban tartózkodott, és az ott megismert impresszizmus hatására művének szürkébb barokkos aktumusát lassan levegős, közvetlen festésmód váltotta fel. Hogy mennyire sok dolog volt Medgyenszky, 1892 őszén már a Marson készített tájpályázatokat Feszti Árpád a magyarok bejövetele fölképhez. Most többen tudják, hogy ezt nem Feszti Árpád estett egyedül, hanem egész művész csapat volt az, amelyik részt vett ennek a hatalmas falunknak az elkészítésében, és Medgyenszkyről tudták, úgy tudták, hogy a kiváló tájképfestő természetesen megkérték, felkért a fesztiválban, hogy akkor a tájkat festészesek a műben. Medgyenszky hihetetlen művelt festő volt,
több ezer oldalas francia, magyar, német és ógörög nyelven írott feljegyzései különösen gazdag alkotói világban engednek betekintést, megvilágítva az öt foglalkoztató festő kollégákat is. A franciaul és magyarul naplót is író nagyműveltségű művész egész életét megkeserítő izületi fájdalmainkat szára szüntelen gyalogos látogatóban járt. Ez megint hasonló a csontvárhoz, a helyes a kutató művész. 1896 már bejárt Dalmáciát, Montenegrót, Észak-Oroszországot, majd Párizsban. A külvárosokban a csavargók az elesettek között keresi és találja meg modelljét. Járványos betegeket ápolt, a csavargóknak próbált meg életét szerezni. Képen rendkívüli lelki mélységben ábrázolja magáit a kiszolgáltatottságot. Medgyenszky László csak úgy, mint sok más festő, az első világháború kitörésének hírére lelkesen jelentkezett a frontra tudósítani, s mint a Budapesti Hírlap és az Új Idők rajzolója, jelen is lehetett a háború színterein. Medgyenszky minden több mozgalmas akciót rában szeretett volna látni, azonban igazi harcszínű pillanatok ritkán jutottak neki. Ehhez képest a legjobban az utánpótlásáig mozogva csak olyan témákat tudott megörökíteni, mint például a vonulófoglyok és a trének lövészárnak fogolytával. Itt a kiállításban is ezeket a képeket látjuk. Halott ábrázolásai több síkolt összetettek. Hol végtelen és gondos aprólékossággal, irányzó elizékenyítéssel ábrázolja a végső nyugalomban visszatúlja az ülésülje, szinte szoborrá belevedett vonásnak a végső elrendezettség a dramaturgája szerint, hol pedig a drámán, a történés drasztikumában a hangsúly, mint azt a halott acél megdöbbentő képén láthatjuk. Többségükben a barna szín dominál, ez már Mennyászki színelmélet magyarázatban a tragikus, az ellentető témák megalkotásához szolgált segítségül. Az alkotó munkássága magába olvasztotta a plener, a szimbolizmus, az impressionizmus, valamint a realizmus több elemét is. Medgyenszky termékeny festő volt, egész életét a festésnek szentelte. Teljes életműve ismeretlen előttünk. Festményeinek, rajzainak száma a 4000 darabot bizonyára meghaladja, de lehet, hogy az 5000-et is eléri. A tálat megnyitón közreműködött Józsa Eleonóra, művész tanár.